Na, és itt is vagyunk. Nem mondjam meg, hogy milyen levest teszek, mert ugye úgyse hiszitek el, de olyan meleg kenyeret adnak mindig, felmelegítik, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezek. És hát persze, hogy hol van a Düsseldorf és az állomás. Az a jó benne, ebben a levesben, hogy szinte olyan, mint az otthoni, szinte, nem pont úgy készítik el, de attól eltekintve nagyon finom pacallevesről van szó. Igazából ugye mi ecettel szoktuk savanyítani, ők citromot adnak mellé, és hát a fokhagymás csipőst, azt ők egy ilyen olajos, csipős, pirított fokhagymával készítik el, és éppen ezért hát egy olyan kicsit kesernyés ízet kap a fokhagymától, amit én nem szeretek annyira, ezért nem kértem bele, de így a meleg kenyére, hát olyan, mint a meleg kenyér. Értitek? Nagyon finom, úgyhogy nagyon jó okot szoktam menni itten, és na hát igaz, hogy állomás, jönnek a kocsik, mennek, villamos, vonat, minden van, de a 9 eurós jeggyel pontosan jó, mert kapcsolatban vagy vele, és alig szállsz, le már tudsz egyet enni is, és mehetsz tovább a városba, tekergőbe. Na hát ez lenne a kis levesem, és akkor puszi felhő a következő videóig, addig zabálok egyet. Na szerusztok! Jaj, iratkozzatok fel a csatornára, a Big Fish csatornára YouTube-on azért, hogy kapjátok meg a videókat, nyomjátok meg a harangot is, és akkor értesítést fogtok kapni e-mailbe, ha fel vagytok iratkozva a YouTube-ra. Ha nem, akkor csak lájkoljátok, írjatok hozzászólást, de másképpen is elvárom tőletek, és tekergünk együtt. Ti a videón keresztül, én pedig élőben átadva a videóba. Na szervusztok!